Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Amint azt az elmúlt hetekben nagyon sok hírben olvashattuk, és igencsak nagyot robbant a hír, egy belső felmérés szerint a rendvédelmi dolgozók mintegy 70%-a szeretné elhagyni a pályát, tehát elégedetlen a helyzetével. És itt ül mellettem Vidó Attila, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetének rendvédelmi szakpolitikusa, és egyébként országgyűlési képviselőjelöltje. És Attila, hogyha jól tudom, ezekkel a problémákkal összefüggésben neked már egy korábbi ügyed volt a katasztrófa védelemmel. Egy interjút készítettünk még a tavalyi évben, ahol ezeket a problémákat te már akkor szintén napvilágra hoztad, és ezért cserébe bepereltek. Hogy áll most ez a per? Jó napot kívánok, akkor üdvözlök én is mindenkit. Hát ez a per úgy áll, hogy másodfokon, tehát jogerősen elvesztette az ellenünk indított pert a katasztrófa védelem. Ugyan a bíróság nem azt mondta ki, hogy ebben az interjúban, amit leírtunk, az igaz, ezt nem is vizsgálta a bíróság, hanem azt mondta ki, hogy igenis egy érdekvédelmi szervezetnek jogunkba áll elmondani olyan dolgokat, amit felénk, a tagságunk, akiket képviselünk, felénk közvetítenek. És ebben a perben, amit valójában perelt a katasztrófavédelem, megpróbálok egy pár dolgot pontosan idézni, mert ugye ezt írtuk le a bizonyos interjúban, amit veled készítettünk, és még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem az én véleményem, ugyan nagyon sokban egyezik a véleményem természetesen a kollégákéval, hanem ez az ő véleményük. Különböző dolgokat kérdeztünk meg ebbe a konzultációban, ennek az volt a neve, hogy tűzoltó, nemzeti tűzoltó konzultáció a tűzoltók jövőjéért. Ez 2019-ben készítette a legnagyobb tűzoltó szakszervezet, és különböző kérdések lettek feltéve a kollégáknak, és most akkor valójában miért perelt a katasztrófavédelem? Mert az jött ki ebből a felvérésből, hogy a katasztrófavédelem egy vízfej, a felperes közel 12 000 fős szervezet, amiből 7 000 tűzoltó, a többi katasztrófavédő. Ezek az emberek napi szinten alázzák meg és vegzálják a tűzoltókat. A katasztrófavédők döntő többsége semmilyen tűzoltói végzettséggel is így tapasztalattal nem rendelkezik. A szakmai döntéseket mégis ők hozzák meg, ebből következik, hogy ezek a döntések mindig rosszak, többségében veszélyesek is. A feladatok ellátására alkalmatlanok, ez jó példázza a Hableány sétahajó tragédiája is. A TEC-nek kellett átvenni az irányítást, mert a katasztrófavédelem képtelen volt megoldani a helyzetet. Tehát ezeket a pontokat sorolta fel a keresett levélben a katasztrófavédelem. Nem győzöm hangsúlyozni, nem erről szólt a per, hanem arról, hogy elmondhatjuk a véleményünket, elmondtuk, és ezt kimondta a bíróság jogerősen, hogy kimondhatjuk a véleményünket, pontosabban a kollégák véleményét. Ja, tehát akkor ez mégiscsak egy pozitív esemény. Hát, hogyha hát ezt mindenki döntse el. Igen, akkor mondjuk ki a véleményünket, illetőleg hát te mondd ki a véleményedet, mert mégiscsak szakavatott vagy a témában. Azt azért ugye a laikusok is tudják, hogy a különböző felmérések rendre azt hozzák ki, hogy a társadalom berkein belül a tűzoltók messze a legmegbecsültebbek, tehát leginkább rájuk néznek fel. Na most a kérdés az már csak az, hogy ez a megbecsültség és ez a veszélyes és nagyon hasznos munka milyen arányban van egy tűzoltó fizetésével, magyarán mennyit keres ma egy tűzoltó? Hát igen, bárcsak olyan lenne az elismertség a mindenkori kormányzat részéről és Magyarországon, mint az emberek részéről, akkor nagyon jó lenne a dolog. Jelen pillanatban, hogy konkrét dolgokat mondjak, ez 2021-es adat. Jelen pillanatban egy kezdő tűzoltó, és azért megemlíteném a többi rendvédelmi dolgozót is, a rendőröket, illetve a büntetés végrehajtás dolgozóit, mert hogy mi együtt vagyunk, ezek a rendvédelmi szervek. 252.965 forint bruttóba egy felszerelő, vonulós tűzoltónak a bére. Ez még lehet, hogy szépen is hangzana sok embernek a fülébe. Mert hogy sokan keresnek minimál bért? Igen. Csak azért tegyük hozzá azt a kis apróságot, ami valójában nem apróság, hogy ezért jelen pillanatban egy vonulós tűzoltó lényegesen többet dolgozik egy évbe, konkrétan 440 órával dolgozik a 2021-es évben többet, mint egy normál munkavállaló. Tehát jelen pillanatban itt tartunk. Még egy apróság, létezik egy olyan, hogy minimál szakmunkás órabér.
Na, a minimál szakmunkás órabérnél jelen pillanatban 61 forinttal kevesebbre jön ki egy tűzoltónak az órabére. Tehát itt tartunk most, ez a nagyon kellemetlen és siralmas valóság, miközben, ahogy említetted is, a társadalom elismeri a tűzoltókat, elismer bennünket, hát arról meg nem is akarok pontosan, akarok beszélni, hogy a világban szerintem ilyen csúfság nincs sehol. Még egy. Gondoljunk bele csak Amerikába, ha például megpróbálnák ezt megcsinálni a tűzoltókkal, amit itt nálunk megcsinálnak. Hát abból én megmerem reszkírozni, hogy forradalom tör neki, mert ott akkora az elismertség, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Mert az anyagi dolgok mellett nagyon-nagyon fontos lenne az erkölcsi elismerés is a mindenkori hatalom részéről, hogy legalább annyira ismerjék el a tűzoltókat, rendőröket, büntetésvégrehajtási dolgozókat, mint amennyire a társadalom elismeri őket. Így van. És ugye még nem értünk messze a végére sajnos a problémák sorolásának, hogy mi mindent csináltak meg az elmúlt 30 évben a tűzoltókkal például, de hát ugye a rendőrökről is beszélhetnénk majd, akár egy későbbi videókban, amikor már azt lehet látni, hogy a bűnözéssel sújtott területeken, hogy csak Jászapátiról beszéljünk, ahova majd menni fog a Mi Hazánk mozgalom. Tehát nincs rendőr, nincs elegendő rendőr, de most itt térünk vissza az eredeti témára. Ami szintén ebben a felmérésben volt, és nagyon fájlalják a rendvédelmi dolgozók, a szolgálati nyugdíj elvétele. Igen. Tehát azzal gondolom mindenki tisztában van, az átlag állampolgárok is tisztában vannak, hogy a rendvédelmi dolgozóknak egy átlag állampolgárhoz képest többlet dolgokat kell tennie, többlet feladatokat, illetve olyan elvárások vannak velük szembe támasztva, amit egy normál állampolgárnak nem lehet megcsinálni. Na most ezt régebben, ezeket a plusz elvárásokat valamilyen úton, módul kompenzálták különböző törvényekben. Az egyik része volt ennek a törvénynek az, hogy hamarabb el lehetett menni szolgálati nyugállományba. Egy óriási tévhit van, amit nem győzök azt, hogy ezt a szolgálati nyugállományt ezt a jelenlegi kormány szüntette meg. Nincs most szolgálati nyugdíj. Ha jól tudom, és ha véletlenül nem, akkor bocsánatot kérek, talán egy szakmának a képviselőjének van jelen pillanatban Magyarországon ilyen korkedvezményes nyugdíj, az a tánc és balettművészek. Tisztelem őket nagyon. Én is belátom, hogy 60 évesen nem lehet már balettezni. Tüzet oltani vagy bűnözőt üldözni se. De visszatérve az eredeti gondolathoz. Tehát voltak olyan plusz jogosultságok, amivel az állam elismerte ezeket a plusz elvárásokat. Egyik volt, ilyen volt a szolgálati nyugdíj. Pontosítsuk a dolgot, mert ezt annak idején nagyon jól kommunikálták, és úgymond a társadalmat a tűzoltók, rendőrök, büntetésvégrehajtási dolgozók ellen hergelték, mert itt olyanok voltak, hogy itt 35 évesen meg elmennek nyugdíjba, és ez így tisztázzuk. Az eredeti törvény az úgy szólt, hogy 25 év szolgálati viszony, és betöltött 50. életév. Ez volt az eredeti törvény. Természetesen volt olyan, aki fiatalabban lebetegedett, magyarul nálunk ezt úgy hívják, hogy fűvizsgálatra küldték, ez egy rokkantosítás, és ha megállapították, hogy hivatásos szolgálatra alkalmatlan, és már megvolt a 25 éve, akkor teszem fel, 40-45 évesen is elmehetett szolgálati nyugállományba. De ebből volt a kevesebb. Tehát ezt mindenféleképp vissza kéne adni, már csak azért is, mert én úgy gondolom, hogy minden éppesző ember beláthatja, hogy egy 60 éves, mert jelen pillanatban 60 éves koráig kell szolgálnia az eredeti beosztásába egy tűzoltónak, egy rendőrnek, egy büntetésvégrehajtási dolgozónak, és a 60-65 éves kora között úgymond elmehet egy rendelkezési állományba. Tehát nem szerelhet le, csak elmegy egy rendelkezési állományba, és ott tölti az utolsó 5 évét. De ezt mindenki, mondom, beláthatja, hogy egy 60 éves tűzoltó az fizikailag képtelen arra, amire megesküdött, hogy segítsen az embereken. Tehát 60 évesen 10. emeletre felszaladni plusz 25 kilóval teljes védőfelszerelésben. Most, amikor az interjú készül, 40 fok van kint, védőruhába, csizmába, fölmenni a 10-re, és ne adj Isten, onnan a vállán lehozni egy mentendő szemét. Ezt gondolom senki nem gondolja komolyan,
hogy ilyen idős korban el lehet ezt még végezni. Ez érvényes természetesen a rendőr kollégákra is. Ők is 60 évesen kergessék a 30 éves csibészt az utcán. Nem lehet. Tehát ez az egyik. Ezen felül még azért vannak nagyon sok olyan dolog, ami közben azért szépen aprádonként megszűnt. Megszüntették a kórházukat, a rendőr, tehát a BM a kórház megszűnt. Nincs ilyen. Meg több ilyen apró dolog, ami jó lett volna, hogyha megmaradt volna. Nem azért, mert kiváltságokat kérünk, nem, ez nem kiváltság. Ez a pluszér, amit adtunk, adnak a kollégák mai napig, azért kérnénk, hogy ezt valahogy az állam kompenzálja. Ha jól emlékszem, néhány hete mutattál nekem egy írást, aminek talán az volt a címe, hogy rokkant tűzoltók még szolgálatban, vagy valami ilyesmi volt. Tehát ugye az volt a lényege, hogy ilyen tűzoltó kollégákat még effektíve tűzoltó munkára akarnak kötelezni? Hát ez az legújabb őrület, hogy így nevezzem, mert ez már az őrület hatáját súrolja, és nem tudom megérteni azokat az embereket, akik ezeket a határozatokat meghozzák, hogy merik felelősséggel ezt meghozni. Konkrétan arról van szó, hogy most egy új trend van kialakulóba, hogy erősen rokkant embereknek is megadják azt, hogy ők hivatásos szolgálatra alkalmasok. Hogy konkretizáljuk a dolgot. Van tudomásom olyanról, hogy 36%-os rokkantsággal szívműtét után 58 évesen a kolléga hivatásos szolgálatra vonulós tűzoltónak alkalmas. Tehát magyarul most a 40 fokba, ha felgyullad a piros lámpa és megszól a riasztási jel, szívműtét után 58 évesen elvárják tőle, hogy órákat teszem fel egy talló tűznél, ahol nem 40 fok van, hanem 60, ott ez a kolléga dolgozzon. De van ennél vadabb is, ez a legutóbbi eset, nem olyan túl rég történt. A kolléga 57% rokkantságot állapítottak meg nála. Hozzáteszem, ezt nem a belügyminisztériumnak az orvosi szolgálata állapítja meg, hanem a civil, tehát a civil. Megállapított 57% egészségkárosodást. És a kolléga olyan papírt kapott, hogy hivatásos szolgálatra alkalmas. Na most gondolkozzunk már egy pindurkát el ezen az egész történeten. Ebből lehet, hogy az következik, hogy ha most egy 50%-os rokkant ember bekopogtat a felvételi irodán, akkor fel fogják őt is venni? Tűzoltónak, rendőrnek, BV-snek? Hát ne vicceljünk már. Arról nem beszél, hogy ezeknek az embereknek innenstől kezdve az életükkel játszanak. Az életükkel játszanak. Nem tudom, hogy fog nézni a tükörbe az az ember, aki aláírt ezt a papírt, ha nehogy Isten ez az idős kolléga, ez egy kárhelyen elhalálozik. Tehát ilyen dolgok. És ennek az egésznek az alfájó megállja. Hogy visszatérjünk az alapokhoz. Kevés a bér, nincs szolgálati nyugdíj, nincs elismertség a kormányzat részéről, illetve a vezetők részéről, ez különösen a tűzoltókra nagyon igaz, a katasztrófavédő urak részéről nincs elismertség a tűzoltók felé, és nincs jelentkező. Az összes mind a három szervezetnek a másik legnagyobb problémája, ami ezekre a dolgokra vezethető vissza. Óriási a létszámhiány, toldozgatják, fordozgatják a rendszert, rengeteg a túlszolgálat, mert nálunk a túlórát így hívják, rengeteg a túlszolgálat, rengeteg a vezénylés. A rendőrök mennek az országba jobbról-balra. De most már eljutottunk oda jó pár év, hogy a tűzoltók is. Régen elképzelhetetlen volt, hogy egy gyulai tűzoltó Gyulán kívül máshol szolgálatot teljesítsen. Most már járják a gyulai tűzoltók a Békés megyébe, bárhova vezényelhető, mert nincs ember. Tehát ezek az óriási nagy problémák jelen pillanatban. És ez természetesen, tehát közbiztonság és rend, és eleve biztonság nélkül, amit ezek a szervek ellátnak az országban. Egy egészséges társadalom enélkül nem létezhet. Nem létezhet. Hogy ránézek az órámra, még csak negyed órája beszélünk, de egészen döbbenetes tények hangoztak már el, úgyhogy szerintem megállapodhatunk abban, hogy időről időre, tehát egy sorozatot elindítva beszélünk majd ezekről a problémákról, de nem csak a problémákról fogunk beszélni, hanem a Mi Hazánk mozgalomnak a javaslatairól is. Ugye, ha jól tudom, a Mi Hazánk rendvédelmi programját már megírtad, vagy folyamatban van. Ezeket én úgy gondolom, hogy nyilvánosságra kell majd kellő időben nekünk hozni, akár ilyen videó keretén belül,
akár közleményekben, akár másmilyen fórumokon, de le kell tenni az asztalra a mi javaslatainkat, még egyszer mondom, hogy amit te írtál. Úgyhogy szerintem ígérhetjük a kedves nézőknek, hogy bizonyos időközönként ilyen jellegű videókkal jelentkezni fogunk, ahol a rendvédelem kérdéskörét, problémáit járjuk körül. Igen, hát a program elkészült, szerintem nagyon rövid időn belül nyilvánosságra hozzuk, és egy nagyon fontos dolgot szeretnék itt is kérni. És a program végén oda is lesz írva. Várjuk a javaslatokat, mert egyedüli pártként mi azt szeretnénk csinálni, amit ti rendvédelmi dolgozók szeretnétek. Ti vagytok a szakemberek, ti mondjátok meg, hogy hogy jó, mi a jó nektek, nem mi akarjuk kitalálni. Tehát lesz egy elérhetőség, az én elérhetőségem fönt van az interneten, ismernek már nagyon sokan, hál' Istennek. Keressetek, meghallgatunk minden javaslatot. És én ígérem, hogy ebbe a pártba az lesz a rendvédelmi részbe, de a többi részbe is, amit ti akartok. Természetesen ez az kell, hogy majd ha eljön az idő, akkor mindenki a megfelelő helyre húzza az X-et. Így van, és még egy technikai információ, itt elhangzott a lehetőség, hogy írjatok nekünk, a munkaügy@mihazánk.hu e-mail címre várjuk a javaslatokat, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, Attilának köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, és jelentkezni fogunk még. Én is még. Köszönöm.